Bach elhatározta, egy hónapnyi szabadságra megy, és valóra váltja álmát, hogy megismerkedjen Dietrich Buxtehudéval, a lübecki Mária templom nagyhírű orgonamesterével. Gyalog vágott neki a 400 kilométeres útnak, 10 napig tartott ez, és szabadságát önkényesen meghosszabbítva majdnem negyed esztendeig időzött a nagy orgonistánál. Buxtehude nem csak muzsikus volt, de az első tudatos zenei népművelő is, aki elsőként vezette be a világon az orgona hangverseny műfaját, és maga adta ki a szerzeményeit is. Bachot mindez lenyűgözte, és szívesen lépett volna egykora nagymester örökébe, de a lübecki Mária templom orgonistáit emberöltők óta egy barbár, középkori szokás kötötte. Feleségül kellett venniük elődjük lányát. Buxtehude mester lánya viszont legendásan előnytelen külsejű vén kisasszony volt, aki elől már nem egy orgonista megfutamodott. Bach rengeteget tanult a 3 hónap alatt. Buxtehude hasonló című művének hatására és sok tekintetben annak formájában írta meg a Passacagliát, ezt a lenyűgöző méretű, roppant bonyolult művet, amely tulajdonképpen 20 variációban és egy megdöbbentően komplikált és nehéz fúgában dolgozza fel a mű elején pedálon felcsendülő, melankolikus táncdallamot. Olyan az egész kompozíció, mint egy roppant súlyú és hosszúságú halotti tánc.
egyházi tanács visszatérése után megint maga elé idézte Bachot, szemrehányást éve neki a hosszú távol maradásért. Ezekben a napokban itt, Arnstadtban ismerkedett meg unokatestvérével, Mária Barbara Bachal, és mint hogy az akkori korszellem semmi rosszat nem látott közeli rokonok nászában, 1707. október 17-én megtartották esküvőjüket az Arnstadttól 5 kilométerre lévő Dornheim kisfalusi templomában. ...1706 elején meghalt Johann Georg Alle, a Mühlhauseni Balázstemplom organistája, és az egyháztanács egységesen Johann Sebastian Bach jelölését szorgalmazta. Húsvét vasárnapján játszott először Bach a Mühlhauseni orgonán, és még aznap utasította az egyháztanács Bellstedt városi jegyzőt, hogy fogalmazza meg az ifjú mesterrel való szerződés részleteit. Mühlhausen nem csak azért volt hatalmas előrelépés Bach számára, mert jóval nagyobb hatáskört és sokkal több pénzt kapott, de ez a város már benne volt Németország zenei vérkeringésében, hiszen Erfurt után Türingia második legnagyobb városa volt. Nem kevesebb, mint 13 templom állt a falain belül, ezek közül a legnagyobb a székesegyház méretű és akusztikájú Balázs templom volt, amelynek levegőjéből áradt a történelem, hiszen 1627-ben a 30 éves háború közepette itt ültek össze a választófejedelmek II. Ferdinánd császár elnökletével. Bach és ifjú felesége átköltöztek át Mühlhausenbe, az organista pedig hatalmas energiával vetette bele magát az új munkakörbe. Először is átépítette és megnagyobbította a templom orgonáját. Hatalmas 10 méteres sípokat hozatott bele, amelyek megdöbbentő mélységű basszusokat adtak a hangszernek. 1708. február 4-én mutatták be Johann Sebastian Bach első, igazán nagyszabású kantátáját a városi tanács beiktatás ünnepségén. A korábbi organisták meglehetősen egyszerű és kicsi gyerekes művei után Bach egy olyan szokatlanul hosszú és összetett művet komponált, hogy minden korábbi ünnepi muzsika emléke elhalványult mellette, és az istentisztelet után a hallgatóság a legnagyobb megelégedettséggel szólt az ifjú mesterről. Ebben a műben Bach kihasználta a Balázs templom hihetetlen méreteit és döbbenetes akusztikáját. És a kantátában egyidejűleg a templom 7 különböző pontjára 7 kis együttest helyezett, amelyek körbevették az elképet hallgatóságot, és együttes muzsikájukkal addig soha nem tapasztalt térélményt okoztak nekik. Bach ezzel a művel lépett színre Németország zenei égboltján.